Philharmonia sorozat hangversenyén három azonos hangfekvésű darabot adott elő az Egri Szimfonikus Zenekar. A klasszikus szerzők műveit Szabó Sipos Máté karmester egy gondolat alapján állította össze, amelyben opera, trombitaverseny és a sorszimfónia szerepelt. Nagyon sokféle módon lehet összekapcsolni zeneműveket, és az az érdekes, hogy azon kívül, hogy a hangnemek találkoznak itt, azért mindegyik egy kicsit különleges mű a maga nemében. A zenekar vendége Molnár Zoltán volt, aki Haydn Es-dur trombita versenyét játszotta. A Joseph Haydn trombita koncert, az Es-dur trombita verseny, az gyakorlatilag elég kevés, kifejezetten trombita darab íródott, de ez egyike azoknak, amik egyrészt nagyon híresek, másrészt a európai zenekarokban például ezt kötelezően játszani egy felvételi során, tehát a próbajátékon ez kötelező darab. A Philharmonia sorozat következő hangversenye február 22-én lesz az Eszterházy Károly Egyetemen, akkor Kállai Ernő hegedű művész és Kis Péter zongora művészet koncertet.